Február 26-áig pályázhatnak a diákok és hallgatók az Alba Régia ösztöndíjra, melynek keretében az idei évben a középiskolások 50 ezer forintot, a felsőoktatásban tanulók 100 ezer forintot nyerhetnek el. Mindkét esetben feltétel a 3,75%-os átlag, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók az Alba Régia Felsőoktatási Hallgatói Tanács ösztöndíj keretében 40 ezer forintot kaphatnak. A pályázatot benyújtani az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint lezárt borítékban a polgármesteri hivatal egészségügyi, oktatási és szociális intézményi iroda Városháztér egy címre lehet elpostázni, vagy személyesen a Városháza portáján található gyűjtőládába hely el a, a pályázatokat Székesfehérvár megyei jogúváros címzetes főjegyzője bírálja el, az eredmény pedig legkésőbb március 30-ig hirdetik ki. Részletes információt a képernyőn látható weboldalon találnak az érdeklődők.